Fogom a kis mágnetómat. Egy csavar. A másik meg baszik kijönni, mert olyan helyen van, hogy engedd el. Már mindjárt kiszedem a valahogy csavarhúzóval. Szóval lepattintottam a Cartier-t csavarhúzóval ide betámasztottam, és elkezdtem ütni, és szépen levált a helyéről. De én úgy nézem, hogy ez már egyszer le volt szedve. Öcsém, micsoda originál, hiteles, figyeld már. Van ám olaj járatrendszer, oda néz. Öcsém, beszarsz rajta. Ha beszarsz, kajakra, ha mi ez? Úristen, óriás olajpumpa. Tengely nem lóg, nagyon jó. Milyen szépen bele van sülve, olyka egy little bit. De ezen kívül nem látok különösebb problémát. Lehet leellenőrzöm gyorsan a zógyűrűket, hogy minden rendben van. Úgyhogy mindjárt vágyja, leveszem ezt a csőt, tartozékokat itt, hát ha szívási probléma van, nem szívnak eléggé, úgyhogy el kell menni Siófok parcellére, és akkor ott már lehet, hogy szívnak. De bátyám, jó, hogy levettem a kartert, figyeld már a tömítést. Ez nem törötte, de figyeld. De teljesen hibátlan, bátya! 3-4 darabos a szett, figyelj, ezt meg kell venni így 4 darabosba. Na, úgyhogy lehet az olajnyomás probléma az innen származik. Mindjárt megnézzük, hogy milyen ez a gumigyűrű. Hát ez is darabos. Figyeld a... Ó, igen. Hulladéktemető. Aha, hogy koppant, hallottad? Hű, öcsém. Hát azért, na. Ha. Faszha jó gépjármű, figyeld. Gumigyűrű. Majd mindjárt megfogom. Így. Leteszem a kamerát, kérem szépen. Premier plánéba. Cseréljük le a gumigyűrűt, nem az szar a gumigyűrű. És figyeld, hát ez így két darabba lejön. Tehát ez... Ó, világi, figyelj, törik mind a szar. De az a lényeg, hogy nem darabos a tömítő. Karika, úgy ülő, hogy az olajnyomás itt biztos, hogy nem ment el. Egyébként. Hát miért is ment volna el? Azért érted, papa, itt very minimál paszta darabka maradt. Sőt, én nem is raktam bele egy darabot se, látod? Oda néz. Öcsém, szakszerviz, bazd meg! Szakszerviz! Ja, úgyhogy a tömítések egy kicsikét alaktalanná váltak, vagy hát... mint a műanyag darabkák, figyelj! Hogy csattog benne, öcsém. Akkor milyen lehet a többi tömítés? Most jön egy kis előmosás, kérem szépen! Hogy ne csöpögjön már rám az olaj, meg egy kurva idegesítő. Nagyon-nagyon idegesítő. Ó, igen. Gyönyörű szépen olaj. Mentessé varázsoljuk. Most voltam a... Székesfehérvári Volkswagennél. És olyan horror árakat mondtak itt a tömítőgyűrűkre az olajpumpához, hogy inkább elmentem hányni egyet. Úgyhogy most az a sztori, hogy megyek egy helyre, ahol lehet, hogy megoldják a problémámat. Meg is érkeztem a bátyákhoz! Egy óra alatt kiverik a faszot! Jó étvágyat kívánok, uram! Jó étvágyat! Mit teszik, uram? Hoztam magának egy csomó olaj és alkatrészt. Nagy vágógép! Tömítésgyártás. Ja, mert nem akar olyan. Nem ismered. Most van a beírás, beírjuk hány milliméter, colstok, ja. Papír. Ugye, ne vágyja, nagy pengék, mindjárt szétdarabolja a kezedet, figyeld. Óriás penge. Nagyon éles. Állítok hozzá, ezt már le is vágja az ujjat, bőröt, kiszakítja. Hát egy évig voltam dolgázva. Műtöttek altatásban, amikor megkosszottunk ezeket. Nem, hát csak hozzáértél? Lefertőzött a színűves csatorn. Hát igen, itt van emulzió, kérem.
emulzió, fröcsülés. Egy pár darab gumit leszaptatok már, nem úgy látom. Nem sokat. Búcsolva, senki sem. Nézzetek, micsoda program. Beírod, kiírod. Egyám. Kiszámolja magától. Ugye? Ezek drága szoftverek. Több milliós szoftverek ezek itt. Igen, láttam, ezért meg volt a GOP támogatás. Akkor ez jött akkor, mi? Igen. Ez a nagy. Igen. Óriás gép. Beállítjuk, melyik penge vágjon. Igen, most végigfutatjuk az adatokat. Csukódik az ajtó. Nagyjá teszel bennünket. Hogyne? Ipari kép. A legjobb tömítésgyártókhoz jöttem, oda nézzetek. Már vere is. Hát igen. Fújt a vér fröcsögne, az egy. Erotika van, nézzek. Ó, fehér folyás. És a késztermék elkészült. Originál. Már megy is bele. Belemegy. Nézzük is meg gyorsan. Ó, de nézzük a pontos méretek, öcsém. Ezt nem szarra gurigázunk, na. Vagy ott gurigáznak a fiúk. Vágod. Ó, jössz. 3,1. Ó, hát ez... 1 század pontos. 1 század pontossággal, kérem. Tökéletes. Ó, de nézzetek, bátya, nem amit a Volkswagenhez járunk tömítésére. Hát basszák meg a tömítésüket. Folyik ám a forint befelé, oda nézzetek, óriás tömítésgyártás, 25 féle ábra. Mindenfélét tudnak a fiúk gyártani, a hidraulikus hengerektől elkezdve az autótömítési gumigyűrű, Viton, Luton, minden van itt. Minden megtaláltok. Ha gondoljátok, faroggyűrűt is kaphattok itt. De az csak Vitonból, mert az jó kemény. Searing! Megint méretek bevitele van. Kérem szépen. Alapanyag kiválasztás, ugye nem mindegy milyen alapanyag, milyen kés. Megyünk tovább, marad ez a... Ugye minden kés... Minden kés mást vág, ugye? Oda nézzetek, van döntött. Van egyenesen, mindenhogy. Azt a mindenit. Komoly cucc ez. Ez baba, Sealing Solutions. Oda nézzetek. Szervizintervallum az milyen időközönként van a gépen? 10 000-enként. 10 000 gyűrű meg ilyenek? 10 000 gyűrű. Azért a pengék azért elég komolyan néznek ki. Tehát ha megnézzük, a pengék komolyak. Majd csak ránézni is elvágja az ujjam. Ránézésre. Az a kék az ilyen védőbe vonat, mi? Hát nem csak az, hanem... Egy merevséget adod, elemelni a rudattól később. Ja, és lehet volna. Mindig annyit tesz, mint a tömítés, és akkor azt formázzuk meg, aztán átmetünk. Aha. Jön a fehér folyás. Fél pillanat. Csináljunk egy a folyás nélkül? Hát ha tudsz. És le is esett, kész is van. Öcsém, ez ám a gyors szerviz. Formula 1 tempó. Tesó, hát oda néz. Originál gumigyűrű. Napfénybe azért oda néz. Azért valamicska azért van benne. Nyami. Azért van benne egy kicsike. Ez mondjuk még a régi tömítés, amit beledobáltam. Valami fém szemcse azért van benne. Minimál. A fasza. Így, hogy megvannak a tömítések, most már csak el kell pucolni a Cartier-t. Cartier-t le kell...
pucolni.